Hello, sziasztok! Újra itt vagyunk vasárnap a stúdióba. Itt elmentem mai vendégünk, Monokron. Sziasztok, szia Andris! Szia, mi újság, hogy vagy? Milyen, minden rendben. Milyen zenékkel készültél van nekünk? Igen, csak egy kis Organic House-t hoztam, kis melodikkal keverve. Aha. Aztán majd egy kis deepet majd még belecsémpészek. Szuper. Egyszer már voltál nálunk, akkor egy special adást csináltunk, mert jöttél fel hozzánk zenélni. Nekem annyira megtetszett a szettet, hogy egyből le is adtuk. Király, most viszont újra gondoltam, hogy sokat volt most technózás, meg darálás is, meg volt minimális, mert legyen megint egy kis Organic House, azért úgy gondoltam, hogy megint gyerés zenél nekünk. Köszönöm szépen a meghívást. Nem is rabolom tovább a szót, a következő egy óra a tied. Ti iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljátok a Facebook oldalinkat, az Instánkat, kövessétek, és hallgassátok mai vendégünket. Következő egy órában Monokron jön. Thank you.
Thank you.
Na, itt vagyunk az adásunk végén, a MAP Extra, ahogy megszokhattátok, ma is készültem egy-két kérdésre, hogy kicsit jobban megismerjünk téged. Nagyon szépen szeretném így első körben megköszönni, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást. Újra tök jó kis zenét toltál nekünk, itt a irodába ültem, hallgatgattam, hogy mik vannak. És pont beszéltünk is, hogy az egyik tracket, azt én inspiráltalak a kezdő tracket. Igen. Mindegy, erre majd kitérünk. Ugye az első kérdésem egy kicsit, hát egy fél éve ismertük egymást meg, durván vagy egy... Durván, igen. És tök jó volt a kapcsolat, hogy így jöttél, édesapád hozott el ide hozzánk, így van, tökre így van. Összehaverkodtunk. És beszéltünk ilyen régi old school keceli bulikról, meg mindenfajta régi ikonikus magyar klubokról, meg rendezvényekről. De viszont kicsit fordítsuk át az műsort rád, mert rólad szól ez a mai műsorunk. Te hogy találkoztál az elektronikus zenével? Hogyan indult el az egész DJ-skedés a te karrieredbe? Megmondom őszintén, hogy körülbelül ilyen 10 éve már az életem része a zenélés, és inkább a zene. És nem akarok hazudni, nem is hülyeséget sem mondani, de szerintem Vateronnak a kocsiába aha. Szólt a Bambinek a Bambi CD-n, akkor a Bambi néven nem és a ifjúsági éjszakája szerdát hallgatta, és akkor úgy alakult az életem, hogy lett egy barátom, aki már jó pár éve zenélgetett, csak ő Gold DJ volt, és mondta nekem, hogy annyira érdekel ez a stíl, ez az egész életvitel, meg ez az egész DJ-zés, hogy valami mutassál, hogy taníts meg, hogy kell vagy csak engedj oda, vagy csak hagyj lássam át ezt az egészet. És így igazából ezáltal az ő segítség által elindult egy folyamat, elkezdtünk saját bulikat csinálni, aztán jöttek a lehetőségek, és így tudnám visszavezetni azt, hogy honnan indult az egész, de ami tényleg ilyen nagy inspiráció volt, az ikrek éjszakán is bennünk a CD-en, a kocsiba, akkor úgy valahogy úgy ez így elindult. Mindig is szerettem a zenét. De úgy akkor így eldöntöttem, hogy az egész jött egy érzés, hogy akkor ezt el kell kezdeni. Tök jó, hogy említetted akkor ezt a ikrek éjszakáját és ezt a zenés vonalat. Akkor ők ilyen house-os dolgot csináltak, azt hiszem, meg ez a kicsit ilyen progis, de inkább ez az a lágyabb deep house, house-os vonal volt az akkoriban. Amikor ezt ők, gondolom, ezzel kezdték, ez volt az a... Az az érdekes, hogy nem, aha. Hogy inkább ez a minimál, akkor még nagyon ment ez a pattogós minimál, tehát 7-8 évvel ezelőtt, és szerintem azok voltak az első legjeim, és utána jött techno, aha. Aztán átmentem egy kicsit progira, és az nem akarok neked hazudni, szerintem az utóbbi fél év, egy év, amikor úgy elkezdtem ezt az organic house-t így hallgatgatni, és úgy játszani, és úgy most érzem azt, hogy itt vagyok itt. Ez a te világom. Ez az én világom, és így most itt vagyok. Ki az, aki inspirált erre az egészre, esetleg előadók, akiket így hallottál, és akkor így beleszerettél ebbe az egész dologba? Elsődleges, ugye már mint említettem, ugye Dendék, utána, ha külföldi előadót szeretnék mondani, akkor Solomon az örök best, és mai napig nagy kedvenc. Amikor ezt a progis vonalamat, világomat éltem, akkor inkább Herman Cattaneo-t mondanám, Nico Renéket, Guy G. Igen. És így valahogy így most ugye Organic House-ban inkább ez Armen Miran, Rakkék, ez a világ most, ami inspirál, de ha egyet kéne mondanom, akkor Solomon. Aha. De ő meg tudod, ő hát igen, ő. Tehát ott minden jó, legyen van. Oké, menjünk egy kicsit tovább, beszélgessünk. Említett itt, hogy techno, meg hogy volt mindenfajta kis rendezvények. Ezeket te hogy élted meg, hogy te lehetőséget kaptál, vagy inkább ti szerveztétek meg alulról, és ti szedtétek össze ezt a bulgárat. Ezt azért kérdezem, mert nagyon sok fiatal jár ide hozzánk is, és én is szoktam mindig tanácsot adni fiataloknak, hogy hogyan kell elkezdeni. Kíváncsi vagyok, hogy te ezt hogy élted meg annól. Én mindig csak, hogy kicsit így elvezessek, mi egy darabig engem is hívtak, aztán eljöttem arra, hogy ott vagyok, hogy én szervezem meg ezeket az eseményeket, és összegyűjtöm magam köré ezeket az embereket. Nektek ez hogy alakult ki annól? Megmondom őszintén, hogy
hogy ez így egy ilyen ötlet volt, hogy nem, bocsánat, nem akarok hazudni, mert akkor egy régi barátomnak szülinapja volt, és mondta, hogy milyen lenne, csinálnánk egy bulit. És akkor csináltunk egy ilyen kisebb szülinapi bulit, ami elég jó sikerült, szerintem lettünk egy 60-70-en, és akkor zenéltem életemben először ezen a bulin, és utána ugye a sráccal, aki megtanított engem zenélni, mondta, hogy mi lenne, hogy ezt megpróbálnánk nagyobba. És aztán csináltunk két bulit, ami szerintem 20-30 fő, tehát egy úgymond nagyon deficit, tehát elfeledhető. Még a kedvünket is elvette. Aztán ezt nem akarok hozni időpontot, nem is tudok mondani, 2014-15, Nora Knight-it hívtuk el. Aha. Szolnok mellett, ugye Rákóczi falván laktunk akkor. És hallott 250 feltház, és úgy szépen elindult így felfele. Inkább úgy mondom nekem, mert ugye a srác az maradt a gólvilágában, ő csak besegített nekem. Aztán Szolnokon akkor minden évben, sőt évente kétszer volt a DJ Fesztivál, azon úgy meghívást kaptam erre, meg amit úgy életemben, így a DJ-zés terén, amit nagy dolognak mondanám, hogy a Ozora Fesztiválon úgy voltam háromszor vagy négyszer, ott egy DJ versennyel kerültem be. Meg abban az időben szinte minden hétvégén járogattam ott a vidéken sok helyre. Személyegetni. Aztán így most az utóbbi 2-3 évet mondanám, akkor azt mondom, hogy most úgy inkább leült ez a zenélés része. Hát igen, a Covid is miatt kicsit lelassultak az idő. Nyilván a Covid is, a munka miatt is, de most úgy érzem, hogy az utóbbi fél év vagy egy év az, hogy most tudok központosítani a zenélésre is, és akkor most úgy csinálom, hogy szívem, lelkem. Aha, oké. Okay. Menjünk egy kicsit a jövőre. Most beszéltünk a múltról. Milyen új célokat találtál magadnak? Most láttam rajtad is, hogy meg úgy jött el te is ide hozzám, hogy nagyon nagy önbizalmad volt, tök nagy energiával ideállsz, és komolyan felkészülsz mindig, amikor jössz hozzám zenélni. És mi beszéltünk is, hogy ennek van is oka, meg háttere, hogy mi a terv a jövőre nézve. Nagy tervem az, hogy szeretnék a zeneírással is foglalkozni, úgymond a producerkedéssel. Igaz, az életem részében nem nagyon volt erre lehetőségem, hogyha volt is, akkor az idő nem engedte. Mindenképp elsődleges célomnak tartom azt, hogy a zeneírás, meg a nyilván a bulikba járkálás, a DJ-zés, minél több emberrel megismerkedni, kapcsolatot építeni. Itt vagy élő példa, fél év ismerjük egymást, és szerintem nagyon jó sült el ez az egész. Abszolút. És így valahogy így a pesti világba egy kicsit bekerülni, itt zenélni, mert új helyek fele. A vidék, ugye Szolnok, és a térsége nem erről a stílusról híres, a house-ról, hanem inkább a slágeres vonal. Kevesebb az érdeklődő nyilván volt, mert kevesebb is a hely van. Budapesthez mértem. Így van. Igazából ezek a jövőbeli célok, nyilván most ahogy a Covid engedi, vagy ahogy az élet hozza, de elsődlegesen most a producerkedés, a zeneírás és minél több zenélés. Először a teraszokra, aztán a nagy csarnokok. Akkor szépen megyünk felfelé. Így van. Tehát így. Gondolom. Oké. Zárásképpen annyit szeretnék még tőled megkérdezni, hogy hol találunk téged fönn az interneten, hol tudunk téged követni, illetve hol tudjuk visszahallgatni a szetteidet, munkásságodat. A Facebookon megtalált vagyok nyilván Monokron néven, van YouTube csatornám is, Mixcloud és Soundcloud oldalam, és ott általában próbálom frissíteni Aha. az új mixeket, vagy próbálom felrakni. YouTube-on meg ugye ott is ugyanúgy az itteni adások, amiket... Ezt berakjuk ide le majd a leírásba link, és akkor át lehet tudni. Szóval megtaláltok. Ennyi. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Iszonyat jó kis vasárnapi lezárás volt. Én szerdán ugyanúgy Organic House játszottam, szóval ez most egy ilyen Organic House hét volt. Beszéltük is, hogy mindenképp megfelelően. Ja, ez egy abszolút tök jó kis hétvége, meg tök jó kis zárás volt. Örömhír, hogy kinyitottak a teraszok, és hogy dübörög a vendéglátás. Sindulják a bulik. Így van, de mindenkit óvintink attól, hogy fejetlenül vágjon bele a tivornyázásba, ugyanúgy itt van még a Covid, vigyázzunk egymásra, figyeljünk egymásra, és
még jobban figyeljünk egymásra, mert oké, hogy most van vakcina, de az nem jelenti azt, hogy nem tudunk fertőzni, és hogy nem lehetünk betegek. Tehát teszteljük egymást, és hogyha tehetjük, akkor óvjuk meg egymást a betegségtől, kitartást, és találkozunk egyelőre a teraszokon. Sziasztok! Sziasztok!